előre, pam-pam, és indul a kép. Akkor is indul a kép. A versenysorozat első fordulóján vettek részt a fiatalok, ahol csapatban is egyénileg is jól teljesítettek. Fejes Fanni a lányok között negyedik helyezést ért el. Nagyon jól éreztem magamat, büszke vagyok az eredményemre, és szerintem ez a verseny jó volt gyakorlásként is, mert tudtunk más emberekkel is vívni, mint akik itt vannak, és nekem nagyon tetszett összességében. A szekszárdi vívó szakosztályból 12 gyerek indult a megmérettetésen, közülük volt olyan is, aki először volt versenyen. 8 csapatból második, illetve harmadik helyen végeztek a gyerekek, az egyik csapatunk, és egyéniben is voltak, akik jól szerepeltek. Általában ezek a versenyek olyan 18-20 fős létszámmal, korosztályonként induló létszámmal szerepelnek, és ebből a 20 főből az egyik versenyzőnk a Máté ötödik lett, Farkas Máté, és a lányok közül pedig a legjobb eredményt Fejes Fanni érte elő, pedig negyedik lett, és utána ötödik, hatodik helyet is a szekszárdiak szerezték meg. Az egyesület jövőbeni tervei között szerepel egy megyebajnokság rendezése is, ahol kihirdetnék Tolna megye legjobb vívóját.